Nyilván imádom ezt a sportot, és tényleg minden egyes nehézségével együtt nagyon szeretem, ezt ki tudom jelenteni, de mostanában éreztem azt először, hogy a realitás talajától már így elugrottam, úgymond, és, és igen, most már, most már hiányzik az, hogy, hogy beüljek egy étterembe, és, és egyek. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Bajatakusa podcastjében. Én Molnár Andi vagyok, és a mai vendégem Ocella Eszter, IFBB bikini pro versenyző, aki már másodjára kvalifikálta magát a Mr. Olimpiára és nagy várakozással innen is szeretnék neki gratulálni. Nagyon szépen Szia köszönöm. Szia, sziasztok! A mai napon veled arról fogunk beszélgetni, hogy a fitness versenyzők élete az ugye nem csak a színpadon zajlik, és a gyönyörű testformában, hanem, hanem kőkemény munka, és szinte egy életmód, egy szemlélet van mögötte. Ennek a tapasztalatairól, megmérettetésekről és téfitekről szeretnék ma veled beszélgetni. Készen állsz? Abszolút, és azt gondolom, hogy volt már egyébként egy podcastunk hasonló témában, de ez most azért is egy sokkal ö, sokkal nem is tudom konkrétabb, mert hogy tényleg effektíve a, a testépítésről szeretnénk beszélgetni tabuk nélkül, és az olyan felmerülő, ahogy mondtad, tévhiteket eloszlatni, amik azt gondolom, hogy a civil emberek, vagy éppen az olyan emberek fejében esetleg körvonalazódhatott a testépítésről, akik mondjuk nem versenyeznek, de látják a versenyzőket, és ezáltal gondolnak ezt-azt. <laughs> <laughs> Egyrészt gondolnak ezt-azt, vagy, vagy úgy gondolják, hogy lehet, hogy belevágnának. Tehát én azon is sokat gondolkoztam, hogy szerintem rengeteg fiú és lány van a küszöbön, hogy úgy mondjam, aki szeret edzeni, szeret egészségesen élni, szeret sportolni, de nem tudja, hogy mivel járhat, vagy milyen megmérettetések várnak rá esetlegesen, hogyha neki nekiáll ennek a karriernek. De még mielőtt itt belemennénk mélyebben a témában, mesélj Ester, hogy hogy vagy most, hogy áll most ez a felkészülésed? Milyen edzésprogramot csinálsz? Mit csináltál ma délelőtt és este? És a lelked milyen? Köszönöm szépen egyébként, jól vagyok. A felkészülésem hát nem is véghajrájába, de mondjuk így a, a második szakaszába léptem, ugyanis november 3-án kerül idén megrendezésre a Mr. Olympia Orlandóban ami azt jelenti, hogy mostantól számítva még egy ilyen 9-9,5 héttel rendelkezésre, hogy a maximumot tudjam nyújtani. Megmondom őszintén, hogy ez a felkészülésem nagy mértékben más és különbözik az előzőtől, ugyanis... Hát lassan két éve folyamatosan űzem uh, az ipart, és folyamatosan nyomom, és folyamatosan fókuszban vagyok pihenés nélkül, és uh, effektíve mindenféle mentális kikapcsolódás nélkül. Tehát azon, hogy ezt azt tudja jól csinálni, aki tényleg uh, a fókuszt az tényleg ezen tudja tartani folyamatosan, akkor is, hogyha az életben rossz dolgok történnek, akkor is, hogyha a munkahelyen balhé van, akkor is, hogyha a családban valami rossz dolog történik, akkor is, hogyha esik, akkor is, hogyha süt. Tehát nagyon-nagyon nehéz a fókusz folyamatosan egy dolgon tartani, és most már azért érzem, hogy... Nem is fizikailag, de mentálisan azért. Azért fáradtabb vagyok, mint mondjuk egy éve ilyenkor. De nyilván a, a cél az, az tartja, benne, tartja bennem a lelket, és, és igyekszem tényleg kihozni a maximumot ebből is, ugyanúgy, ahogy tavaly. Eszter, olyan könnyedséggel beszélsz arról, hogy a második felkészülés. Azért ezt megelőzte rengeteg év, rengeteg apró mérföldkő. Egyáltalán honnan tudtad, hogy, hogy te ennyire tudsz fókusz tartani? Hogy jöttél erre rá? Valójában sok mindent kipróbáltam kisebb koromban, tizenévesen, évesen kerestem azt, hogy mi az, amiben életek úgymond a legjobb korábban balettoztam. Ment, nem voltam benne rossz, de hogy sosem voltam a legjobb. klarinétoztam, szimfonikus zenekarban játszottam, abban is úgy jó voltam, de hogy messze nem a legjobb, és, és így igazából így kerestem az utamat, mivel eléggé maximalista vagyok az élet minden területén, jelentsen ez jót vagy rosszat, ezért, ezért kerestem azt, hogy mi az, amiben én lehetek a legjobb, és, és vitathatatlanul a legjobb, és a, ebben a sportban találtam meg önmagamat igazából, nem is a versenyzésben, mert azt gondolom, hogy, hogy a versenyzés az csak egy része, egy szelete ennek a sportnak. Valójában a testépítés, a fitness az sokkal több, mint a versenyzés. És akkor is sportolónak, akkor is testépítőnek, akkor is egy, egy, egy sportoló, fitnesses lánynak fogom mondani magam, amikor már nem a színpad fog a szemem előtt lebegni, hanem azt, hogy ezt életvitelszerűen tényleg az egészségem megőrzésért és a és a lehető legjobb fizikum prezentálásáért üzem mindenféle elvárás és, és külső elvárás nélkül, mert azt gondolom, hogy manapság nagyon-nagyon az elvárásoknak élünk, és ez az, az, ami egy kicsit az én, hogy is mondjam, mentális egyensúlyomat is néha-néha megborítja, hogy, hogy sokszor sokkal jobban foglalkozom azzal, hogy mi a külső elvárás, hogy az emberek azt várják, hogy toppon legyek, hogy egész évben forránban legyek, hogy jó eredményeket hozzak, hogy kvalifikálják az olimpiára, hogy hogy nekem mindig jó kedvem legyen, és ez az egyik fogadalma már az évre, hogy megpróbálok kevésbé az elvárásoknak élni, és inkább befelé fókuszálni, hogy mi az, amit én magamtól elvárok, és mi az, ami engem boldoggá tesz. Tisztába tenni azt, hogy, hogy nem szégyen váltani, hogyha valami már nem tesz boldoggá, jelentsen ez munkát, hobbit, akár egy párkapcsolatot, akár egy barátságot, sosem szégyen váltani, és sosem szégyen azt mondani, hogy igen, ez engem már nem tesz boldoggá. Egyszer élünk, úgyhogy ö, csináljuk azt, és azzal, akivel a legjobban érezzük magunkat. Visszakanyarodva egy picit, most ö, most a pálya beteljesüléséről beszélsz, de mikor volt az a pont, amikor elkapott a gépszi? Az edzőtermi, edzést, én 16 éves korom körül kezdtem el, és ö, nyilván akkor még csak így próbálgattuk magunkat a, a hugommal, ö, nem 40-50 kilósan az edzőteremben, hogy mi, mégis mit is lehetne csinálni ezekkel a súlyzókkal, akkor még teljesen más volt a cél, akkor tényleg szeretünk volna egy picit nőjesedni, picit formásodni, felszedni, végre egy kis súlyt, magunkra. És Ez hangzik. Tudod, igen, de hogy, igen de, hogy, tudod, vannak azok a gyerekek, akik mondjuk kicsit el vannak hízva, és új világéletükben szeretnének lefordulni, hanem vannak azok is, akik iszonyú vékonyak egész életükben, és nagy isten ezért kapják mondjuk a bántást az iskolában. Ugye tudjuk, hogy az általános iskola, Kegyetlá középiskola hely. a legkegyetlenebb hely, Mordor. <laughs> Úgyhogy ott azért mi is kaptunk hideget, meleget a a tesommal, hogy nem tudom, csont csontkollekció, 20 kiló vasárgyal együtt, szóval nem csak emiatt, de... ők jönnének most ide, és látnának téged, vagy hallanának, <laughs> Mivel lesz a... így van. Igen. Miből lesz a cserepogár, úgyhogy, úgyhogy, mi annó ezért kezdtünk el valójában edzőterembe járni, és, és, a súlyzós edzéssel foglalkozni apukánk unszolására. És aztán 2018 vége felé fogalmazódott meg bennem azt, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnám magam versenyzőként is, és megnézni azt, hogy, hogy hogyan és mit tudok kihozni magamból, hogyha... Na például szerintem ez az a gondolat, ami sokak fejében megfordulhat egy, egy egy bizonyos idő után. Ekkor mi a tendő? Mi a következő okos lépés? Én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb, amit mindig el szoktam mondani, hogyha egy olyan kérdést kapok, hogy ú, uh, szeretnék elkezdeni versenyezni, mit javasolsz, és uh, ez így most furcsa fog hangzani, de mindig el szoktam mondani, hogy ez a sport nem való mindenkinek, ugyanúgy, ahogy egyik sport sem való mindenkinek. Én azt gondolom, hogy mint sok minden másra, erre is születni kell. Meg kell nézni azt, hogy van-e ehhez killed, van-e ehhez egyébként a genetikai, adottság. a genetikai adottságod, van-e ehhez, tehát nem, nem mindenki születik fitness versenyzőnek, ugye, nem mindenki születik focistának, úszónak, táncosnak. Viszont a mi sportunknál nagyon-nagyon fontos elmondani, hogy ez nem egy teljesítmény alapú sport. Hiába, hogy nagyon-nagyon nagy teljesítmény kell letenni az asztalra azért, hogy sikeres legyél benne, valójában itt nem a teljesítmény fog dönteni a végén, hanem egy olyan szubjektív megítélés az ami esztétikum. Az esztétikum. Így van. Úgyhogy ez a sport, az tény ez tényleg csak annak való, aki, hogy is mondjam, ki el tudja azt fogadni, hogy nem mindig az győz, vagy nem mindig az fog felelni a dobogó legfelső fokára, akit mi gondolunk, akit azt mondjuk, hogy jó, hát olyan leggyönyörű, hát egyértelmű. Nem. Ez a sport soha nem egyértelmű, és soha nem lesz egyértelmű. Ez tényleg csak annak való, aki, aki nem annyira hogy is mondjam, ö, tehát sértődős típus, hogy ú, uh, hát pedig én voltam a legjobb, hát nézd tehát az a baj, hogy itt, itt, sosem lehet egy olyan objektív megítélést ö, letenni aztán az azt arra a nap végén, a verseny végén, hogy azt mondjuk, igen, ő volt a legjobb, mert ő volt a leggyorsabb, neki lett a legtöbb pontja, ő volt a leg nem is tudom, erősebb. Itt Téged sosem bántott egy eredmény sem? De, de én sosem adtam ennek hangot, mert azt gondolom, hogy, ö, hogy ö, valahol ezt teszi a, a bajnokot bajnok kell, nem a, nem, a, nem a győzelmek száma, nem az, hogy hány aranyérmed van, nem az, hogy hányszor álltál a dobó legfelső fokán, hanem az, hogy ö, hogy méltósággal. minden méltósággal viselsz. Akkor is, hogyha elbuktál, akkor is, hogyha kétszer elbuktál, akkor is, hogyha tízszer elbuktál, akkor is, hogyha mindenki ellenet fogad, akkor is, hogyha épp nem vagy jó formában, akkor is emelt fővel és, és méltósággal viseled az adott helyzetet. Ez különbözteti meg a... a a bajnokot a, a, nem bajnoki hozzáállástól, mert sokan azt gondolják, hogy ezt a sportot is hát a nyerésekben mérjük, te ötször nyert érte, tízszer, te kétszer kvalifikálta az olimpiára, te négyszer nem. Azt gondolom, hogy, hogy a bajnoki mentalitás az egy sokkal fontosabb dolog, és sokkal maradandóbb, és az embereknek is a, az emlékezetében azok fognak aztán úgy gondolom, hogy több ideig élni, akik, akik a viselkedésükkel és a példamutatásukkal próbáltak erényeskedni, nem pedig az aranyérmekkel. Említetted, hogy balettosztál is, ott is a fegyelem, az önfegyelem. Így van. A lemondásokról szól voltak éppen az egész <laughs> az egész elmélet. <laughs> De pont erre akarok kitérni, hogy, hogy erről szól az életed? Valójában én sosem lemondásnak éltem meg, sőt, én a tavalyi bejtekus a is ezt nem győztem kihangsúlyozni, hogy ez valójában én azt gondolom, hogy egy kiváltság. És azért is nagyon zavar, amikor ö, versenyző lányok vagy fiúk azt mondják, hogy ez egy nagyon szörnyű, lemondásokkal teli élet és időszak az életükben, mert valójában ez egy kiváltság, és nem csak ez, hanem bármi, amit az ember önszentából csinálhat, azért, mert szeretné, mert lehetősége van rá. És lesz majd olyan, amikor nem lesz erre lehetőségem, amikor már ö, más veszi át a prioritást az életemben, nagy Isten, ez egészségügyi állapotom nem engedés. De én azt gondolom, hogy ez, ez tényleg egy kiváltság, hogy azt csinálom, amit szeretnék, és egy olyan sportot Amihez adottak a, a körülmények, adottak a, a genetikai adottságaim, a mentális ö, egészségem, úgymond, és, és a fizikális egészségem is, nyilván az meg aztán pláne elengedhetetlen ez a sporthoz. Úgyhogy én ezt sosem lemondásnak éltem meg, mert hogy önszántamból választottam. Tehát ö, nyilván minden nagy dolognak, amit el szeretnénk érni az életben, mindennek vannak hátulütői, mindennek vannak nehezebb lépcsőfokai mindennek van olyan része, amit lemondásként élünk meg, de valójában szerintem nem jó, hogyha erre alapozzuk ezt a sportot, hogy ez egy le lemondásokkal teli, szenvedésekkel teli sport, mert nem az. Tehát, hogyha az ember jól csinálja, és, és, tudja, hogy mit vállal, és, és fejben erős, akkor ez egy nagyon szép sport, és tényleg nem győzöm hangsúlyozni, hogy bármi, amit az ember önszentából Csinál az életben azért, mert szereti, nem azért, mert kell, mert fizetnek érte, mert nem tudom, jól néz ki az Instagramon, hanem azért, mert szereted, az egy kiváltság. Hányadik versenyed után tudtad, hogy hogy neked a nagy álom a Mr. Olimpia lesz? Hát azt gondolom, hogy az elején nagyon könnyen jött minden. Tehát az első versenyemet, a legelső versenyemet megnyertem, sőt, abszolút bajnok lettem, a következőt megint megnyertem, tehát már nem tudom hányszoros. Hát, akkor is közben, hogy akkor mentek ezek az igen, egyébként igen. meglepően könnyű volt, mert hogy sosem versenyeztem, és olyan lányok mellett álltam színpadon 2019-ben, akik egyébként rutinos versenyzők voltak, úgyhogy a, tényleg a, a magyar sikerek azok elsőbbrőek voltak számomra is. Az országos bajnokság után, aztán az Európa bajnokság, aztán elsőre sikerült megnyernem a profi kártyát is, és utána is. Ez így... egy akkora motiváció, igen. Ez egy nagyon tehát. nagy motivációt adott, és, és, úgy gondoltam, hogy akkor hát a profi mezőnyben is biztosan ilyen könnyen jönnek majd a sikerek, de aztán rá jönnem, hogy az már egy egészen más tészta, egy Mesélj egészen... erről egy kicsit. Más liga, ahogy a nevében is benne van a profi liga. Miben különbözik? Ö, abban talán abban különbözik, hogy már mindenki jó. Már mindenki nagyon-nagyon-nagyon jó, és nüansznyi különbségek döntik el azt a végén, hogy végül is ki nyer. Segíts nekem megérteni, hogy mik ezek a kis különbségek. Ugye nálunk a bikini kategóriában nagyon-nagyon fontos a, a balansz, az egyensúly, az összhang, és ezt nem csak a fizikumra értem, tehát hogy nyilván ne legyen túlsúlyban a felső test, az alsó test, testhez képest, hanem nagyon-nagyon sok minden, a pózolás, a mimika, a hajszín, a bikini választás, a smink, ne legyen harsány, ne legyen közönséges, de ne legyen túl visszafogott. Az izomzatnál nyilván nagyon fontos, ne legyen túl éles, de ne legyen túl szoft kerek legyél, de ne legyél túl kerek, mert akkor már a következő kategória elvárásaihoz konyítasz. Tehát nagyon-nagyon összetett, és talán a legvitatottabb kategória a bikini kategória. Úgyhogy tényleg sokszor nagyon-nagyon nehéz megjósolni, hogy ki lesz az első, vagy épp a tizedik, mert mindenki annyira jó. Tehát emlékszem, amikor én az első profi szezonomat kezdtem el 2020-ban, akkor, euh, akkor tényleg így jöntem, és mondtam, hogy assza rohadt, itt tényleg mindenki nagyon dúválja, jó, és így fogalmam sem volt, hogy hát oké, okay, hogy így most vajon ki fog nyerni. Nyilván tudtam, hogy vannak nagy nevek, akiket esetleg euh, nem tudom, a bírók is jobban ismernek, és ezáltal esetleg jobban... Euh, Oda vonza a Így szemet. van, így van, mint engem, akit euh, kezdőként feláll Lezik a színpadra. Stárként. De nagyon jó eredményeket sikerült igazából elérni az első szezonban, és ott még egyáltalán nem volt cél az olimpia, ott az volt a cél, hogy... Euh, hogy a topban legyek a top 5-ben, és ez sikerült is szerencsére majdnem minden versenyen. Igazából a sorsfintora, hogy az első versenyemen, amire a legtöbbet készültem, és a legnagyobb elvárásokkal indultam neki, emlékszem alicante ott 13 lettem. Tényleg ez egy úgy, pofon volt. És tényleg úgy voltam, hogy így ennyire elég az, amit én csinálok, így ennyire kevés az. Hiába, hogy nem tudom, népes mezőn volt, voltunk 30-an, így azt éreztem, hogy hát ez, ez akkor lehet, hogy igennyi volt, és a magyar területen taroltam, viszont ide már nem elég az, amit én csinálok. De úgy voltam vele, hogy igazából tovább kell mennem, mert ez volt az első versenyem, és hogyha itt feladom, akkor az egész munkámat igazából így kisöpröm a kukába, és a következő versenyemben negyedik lettem, aztán harmadik, és utána ez a tendencia folytatódott. Ezt is igazából üzenném a feltörekvő versenyzőknek, és azoknak, akik szeretnének ezzel a sporttal komolyabban foglalkozni, hogy ne hagyják magukat befolyásolni az ilyen kezdeti pofonokkal esetleg, mert minden mezőny más, minden bírói panel más, minden verseny más, és nagyon-nagyon és sokat tudunk igazából a bírói feedbackek alapján változtatni nagyon-nagyon rövid idő alatt is, úgyhogy, úgyhogy, tényleg nem, a feladás itt nem opció, mert tényleg nagyon sokszor kiszámíthatatlan az, hogy, hogy ki lesz a végén a győztes. Ilyet illik kérni egyébként, hogy utána oda mész a bíróhoz és megkérdezed a véleményét? Sőt, Tehát, hogy ez ö... hogy működik? Én, ez nagyon furcsa volt számomra is, mert hogy én nem vagyok ez a fajta, aki így oda megy, és aztán nem tudom, suliban se, hogy megkezdtem, hogy tanárnéni de Mi mégis miért rossz nem, rossz nem volt jó a fogalmazásom? Látom, hogy hogy négyes, egyértelmű, de hogy miért négyes? Tehát én sosem én voltam sem. ez a fajta. De itt kifejezetten illik, és uh, úgymond egyfajta íratlan elvárás is, hogy, hogy utána egy bírói feedbacket kérj, mert hogy ez alapján tudsz utána építkezni. Úgyhogy a verseny után a főbírótól kell kérned, uh, ha épp van lehetőség, és szerencséd van személyesen egy feedbacket kérni, ha nem, akkor utána a verseny után e-mailben. Úgyhogy én ezt meg is tettem, és a mai napig megteszem egyébként mert hiába, hogy már nagy a rutinom, és tényleg elég sok profi versenyen túl vagyok, mindig van hova fejlődni, mindig egyébként folyamatosan változik a kritérium is, maga a kategórián belül. Tehát nagyon nehéz azt úgymond elfogadni, hogy ami egyszer elég volt, az a következő versenyen már nem elég. Mert fejlődik a, Mert fejlődik a sport, de ez azt gondolom, hogy minden sportra igaz, tehát hogy mindig, minden évben egyre nagyobb az elvárás, egyre jobbak a, egyre gyorsabbak a futók, egyre jobbak a focisták, egyre jobbak az úszók. És dőlnek a világrekordok. Dőlnek a világrekordok, és ez ugyanígy van a testépítésem belül is. A nagy szívfájdalmamra sokan azt gondolják, hogy ez a teljesítmény teljesítményfokozók miatt van hogy egyre jobbak a teljesítmények, egyre izmosabbak. De, de valójában, ha a nagy testépítőket megkérdezzük, ugye nagyon-nagyon sok ö, testépítőnek a podcastját szoktam hallgatni, és ők is elmondják, hogy valójában, ö, ahogy telnek az évek, és ahogy egyre jobban ráéreznek a, a saját edzés programjukra, a saját diétájukra, mi az, ami beválik, mi az, amitől a nagyobb fejlődés, el, annál kevesebb ö, teljesítményfokozószert visznek be, Úgyhogy sokan azt gondolják, hogy ez így lineárisan növekszik, de valójában csökken, hogy minél jobban ráérzel arra, hogy mi az, amit a te tested szeret, és mi az, amit jól emésztesz, jól tolerál az izomzatod, ö, tényleg fejlődsz tőle, mi az a, az a gyakorlat, mi az az izomstimulus, ami, amitől tényleg látványos fejlődést tudsz elérni, annál kevesebb ö, teljesítményfokozó kell nyilván. Ez a bikini kategóriára igazából nem igaz, mert nálunk nagyon-nagyon kicsi izomtömegkel, kell, úgymond, ahhoz képest, akikről most beszélek a testépítő kategóriáról, de tudom, hogy a, a mi kategóriánkat is övezi ez a ez a téfit, hogy hát minél, minél több teljesítmény fokozó, izmosabb, vagy nem. Alapvetően ez nem is igaz, hogy nálunk a izmosabb, az nyer. Tehát én nagyon sokszor nyertem, úgyhogy hogy minden, szinte minden izmosabb volt nálam, mert nem ez a lényeg, hanem az, hogy hogy egy szép, egy nőies, egy egyensúlyban lévő, egy, egy, egy tényleg egy olyan fizikumot prezentálja a színpadon, ami, ami szép a szemnek, a civil szemnek is, és nem egy, nem egy tényleg egy ilyen izomkolosszus, gyönyörű szőke hallja a kis hanem nem tényleg a bikini kategória az valójában a nőiességről és az arányokról kell, hogy szóljon. Mesélj még arról az arányokat tekintve, hogy mondtad, hogy én választottam ezt a sportágat, de ez lehetetlen teljesen egyedül csinálni. Milyen arányban tudsz bevonni mentort, edzőt, tápláléktanácsadót, vagy, vagy családtagot, bárkit az életedbe, illetve az edzéstervedbe? Mennyire hallgatsz, mert hallgatsz bárkire is? Igazság szerint velem nagyon-nagyon nehéz, én azt gondolom. Egy, egyfelől nagyon nehéz, másfelől pedig ö, könnyű. Attól függ, kit kérdeznénk. <laughs> ha, ha mondjuk az edzőmet kérdeznénk, vagy az, aki mondjuk a táplálkozásommal foglalkozik, ő elképzelhető, hogy azt mondaná, hogy egy kicsit önfejű vagyok, de ez azért, tehát ez abból adódik, hogy ö, nagyon-nagyon ismerem magam, és nagyon-nagyon szeretek arra alapozni, amit az én testem súg, és hiába, hogy a papírforma szerint ettől fogynod kéne, ettől híznod, ettől izmosodnod, ettől gyorsabb az anyagcseréd, ettől lassabb. Mert Ha magamon nem ezt érzem, akkor azt el fogom mondani, hiába, hogy a papírforma szerint ennek így kéne működnie. Tehát minden test más, minden metabolizmus más, minden anyagcsere más. Van, aki kétszemristől is hízik, van, aki pedig, ha... Nem tudom, 600 g édes teszik eszik meg egy nap, akkor is bedarálja magába a szervezete is. Én például az utóbbi vagyok. Tehát ö, volt már olyan, hogy, hogy, hogy a saját edzőm nem itt el, hogy még mindig ennyit eszel, és hogy hát már ettől sokkal kevesebbet kéne, Én is mondtam, hogy rendben, de hogy valójában két hónap múlva van a verseny, és egy hét múlva színpadra állhatnék, és egy idő után már megeszi saját magát a testem. Úgyhogy egyfelől egy picit nehéz velem, de ez abból adódik, hogy nem most kezdtem. Tehát nem nem tudom, fél éve találtam ki, hogy na, akkor szeretnék edzőterembe járni, és mivel a versenyzés manapság nagy trendnek örvend, ezért egy év múlva mondjuk már színpadra is szeretnék állni. Hanem én azért egy bő tíz éve már ezzel a sporttal foglalkozom, hiába, hogy nem versenyszerűen, hiába, hogy versenyszerűen mondjuk négy éve, azért van némi tudástár a hátam mögött, ami nem is kifejezetten úgymond iskolai padban került a fejemben, hanem tapasztalatok alapján, és azt gondolom, hogy talán ez a sport, ez egy kicsit a tapasztalatok alapján tud megújulni és fejlődni azt, ami, mi az, amit a saját magadon megtapasztalsz. Úgyhogy én nem vagyok az, aki így megy a, az edzője írománya után, és így oké, okay, le van írva, akkor ezt nyomom át az ég, nem, hanem ha nyomom is, akkor azért megkérdezem, hogy de biztos, hogy ez és ez, és hogyha valami változik az út közben, én egyből elmondom, viszont nagyon hálás vagyok azért, hogy most egy olyan hölgy edzem, hogy nem Magyarországon én egyébként, aki kérte is, hogyha bármi változás van, vagy bármivel nem értek egyet, bármit észreveszek magamon, szólja, mert ettől jó egy, egy edzői, edzett kapcsolat, hogy őszinték vagyunk egymással, és ne érezzem úgy, hogy túlmács vagyok, ne érezzem úgy, hogy hogy tépem a számot fölöslegesen, mert szeretném mindenről tudni, ami lejátszódik bennem. És hogy miért gondolom azt, hogy egyébként könnyű eset vagyok, ezt pedig talán a, a, a családom feedbackje -ja alapján tudnám így ö, kimondani, vagy kijelenteni, illetve a barátaim visszajelzése alapján, mert én nem vagyok az a hisztis típus, mellettem bárki ehet bármit, bárki ihat bármit, én igyekszem minden buliba, családi eseményre, rendezvényre elmenni, úgyis ha nem iszom, ha nem eszem. Most egyébként nagyon furcsa, mert a héten éreztem először azt, hogy, ö, hogy egy kicsit elég, és hogy eddig úgy, úgy magától értetődő volt az, hogy én nem eszem az étteremben, hogy én nem iszom az étteremben, hogy én viszem a kis tojásférjemet az étteremben, és épp kicsipve, hófehér kosztümben elvanulok a mosdóba, és megeszem az én kajámat, ami vajuk be azért, ez már azért lemondás valójában. És eddig úgy voltam vele, hogy de hát ez kell, ahhoz elérjem a célomat, és, és most egy kicsit úgy éreztem, hogy de hát már elérted a célodat, kétszer is elérted a célodat, úgyhogy most már ideje lenne egy kicsit örülni neki és, és talán egy kicsit jobban élvezni a, az, azt az életet, ami a versenyzésen kívül van. Úgyhogy nyilván imádom ezt a sportot, és tényleg minden egyes nehézségével együtt nagyon szeretem, ezt ki tudom jelenteni, de mostanában éreztem azt először, hogy a realitás talajától már így <laughs> elugrottam, úgymond, és, és igen, most már, most már hiányzik az, hogy, hogy beüljek egy étterembe, és és egyek. És lehet egyébként, hogy más, hogyha erről panaszkodott, hogy nem ehet egy étteremben, át se tudtad érezni. Nem, eddig nem. Amúgy milyen tanácsot lehet adni e tekintetben, hogy figyelj, vidd akkor magaddal a kis táskában, és nyugodtan a mosdóban három óránként, akkor fogyaszd el, vagy, vagy tényleg a, ez annyira jó ötletnek hangzik amúgy, de az hogy is praktikus. Egy ilyen verseny étrendet hogyan lehet betartani? Azt gondolom, hogy az első és legfontosabb az, hogy, hogy mindent magadnak kell elkészíteni. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy egy natúr csirkemel, amit elkészítenek egy étteremben, az ugyanaz, mint amit te otthon elkészítesz. Tehát valójában minden különbözik, amiben csak lehet. Nem tudjuk, hogy mennyi zsiradékban készült, mennyi fűszert kapott, mennyi sót kapott. Valószínűleg nem tudjuk, hogy hány gramm az a csirkemell, mert én már azért elég sok csirkemellet megettem, de még szemre én sem tudom megelepíteni, hogy ez itt 120 gram, vagy 110, vagy 118, és itt tényleg nagyon-nagyon fontos a következetesség, és az, hogy mindig, minden nap ugyanazt vidd, és ugyanazt vidd be, ugyanazt edd, és nagyon-nagyon és fontos az Tudom, sokan azt gondolják, hogy most mit számít 5 gram, mit számít 10 gram, számít. Tehát ezen a szinten már számít, és ennek ez az alapja, hogy, hogy tényleg mindent magadnak készítesz el. Amúgy a közösségi oldalaidon azt látom, hogy te élvezed is, hogy abszolút, magadnak készíted el. Abszolút, én egyébként nagyon szeretek főzni, nagyon szeretek a, a páromnak is egyébként, tehát én minden reggel megfőzöm a, a saját ö, ételeimet mondjuk úgy délutánig bezárólag, aztán este, amikor már itthon vagyok, és van lehetőségem frissen megcsinálni, akkor a vacsorámat este, de egyébként ugyanúgy megcsinálom Gábornak is hasonló ételeket, csak nyilván egy kicsivel több szószal, kicsivel több fűszerrel, kicsivel színesebb ízvilággal. Tehát a alapvetően szeretek főzni, én akkor is főztem világéletemben, amikor nem versenyeztem, ami talán most már egy kicsit úgymond mentálisan nehezíti a dolgot, hogy most már két éve ö, nyomom, és, és, igen, látom azt a nagymamám szemében, amikor lemegyek hozzá, és leviszem dobozban a kajámat, hogy de hát ő is csinált csirke mellett, ő is csinált salátát, hogy, hogy akkor most tényleg nem tudom azt sem megenni, és elmondom neki, hogy nem, sajnos nem. Úgyhogy most már, most már egy picikét talán azt érzem, hogy nem terhes a családomnak, mert, mert, ők tudom, hogy nagyon büszkék rám, és látják azt, hogy ez a sok idő, energia, és mondjuk így akkor lemondás, megérte, mert elértem a célomat, és tényleg egy ország büszkerem, hogy sikerült, még egyszer sikerült, de hogy mindeközben meg egy kicsit most már úgy érzem, hogy talán nem is elveszítem önmagamat, mert ez, ez, ez rossz szó hanem, hanem, hanem egy picit pihennem kellene, és újult erővel aztán belevágni újra, mert két év azért két év. És... Figyelj, a, a mentális fáradás is... Ö, ö, része ennek. része ennek, és lehet őszintének lenni. Még hogyha meg is fogalmazod ezeket a gondolatokat, hogyan igyekszel frissen ö, kelni, és újra, és újra lemenni a terembe, és végigcsinálni. Vannak-e olyan, nem tudom, meditációid, vagy olyan praktikáid, amiket használsz ahhoz, hogy, hogy a mentális egészséged végig magas szinten legyen? Nincs. Amire én esküszöm, az egy dolog hogy olyan emberekkel vedd magad körül, akik támogatnak, és akik, akik, nem lehúznak, hanem, hanem az energiájukkal, a jelenlétükkel csak pozitív energiát sugároznak. Én a múltban azért beleestem többször abba a hibába, hogy, hogy olyan emberekkel vettem magam körül, akik azt mondták, hogy jaj, minek csinálod ezt? Minek, minek akarsz egy századik fitness modell lenni? Hisz már annyian nyomják ezt a sportot, minek csinálod? Tehát a, nagyon sok volt az olyan kérdés, amit így nem tudtam hova tenni, és így talán egy éve sikerült kialakítanom egy olyan életet és egy olyan közösséget, egy olyan kört, egy olyan szűk kört, am, amiben csak olyanok vannak, akik, akik 110%-on támogatnak, akkor is, hogy a rosszban kell esetleg mellé és akkor is, hogyha jóban. Jelentse ez ugye a páromat, a barátaimat, a családomat. És tudom, hogy nagyon-nagyon, főleg nőket érint egyébként szerintem ez a probléma, nevezzük így, mert nagyon sok mindenkit szerintem próbál visszahúzni a párja, a barátai, esetleg a szülei, hogy jaj, minek akarsz te? Nem tudom, körmös lenni, hisz már van annyi körmös, hiába, hogy ez az álmod. Mi minek? Minek? Ezt a rócsón is egyébként a bejtekusa álomból valóság rócsón igyekeztem hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy megválogassuk azokat az embereket, akikkel körbevesszük magunkat, mert ez az alapja valójában, én azt gondolom, hogy a mentális jólétnek és a boldogságnak leg legalábbis számomra abszolút. Én nem meditálok, nem, nem nem hallgatok relaxációs zenét, én azt gondolom, hogy próbálom olyan emberekkel tölteni azt a kis szabadidőmet, akiket tényleg nagyon szeretek, és akik tényleg mellettem voltak jobban rosszban, és együtt örültek, és sírtak velem az elmúlt egy-másfél évben, vagy akár sokan még régebben is, mondjuk a szüleim, vagy a, vagy a tesóm, vagy a barátnőim, és én ezt javaslom egyébként mindenkinek, nem csak versenyzőknek, hanem, hanem tényleg mindenkinek, hogy, hogy nem kell száz barátnő, nem kell tényleg mindenkinek megfelelni, és mindenkinek meghallgatni a tanácsát, hanem vedd magad körül olyan emberekkel, akik támogatnak, és azt mondják, hogy, hogy szárnyai, és nem azon vannak, hogy hát minek, miért, miért kell ez, és próbálják letörni a szárnyadat még azelőtt, hogy szárnyalhatnál. Azt gondolom, hogy Ennél a sportnál is sokan azt gondolják, hogy jó, hát ez mennyi lemondással jár, és hogy biztos, hogy megéri ez. És én ilyenkor mindig el szoktam mondani, hogy sokkal nagyobb áldozat az, hogyha meg sem próbálod, és aztán a végén, majd évekkel később, amikor már nincs erre lehetőséged, mert mondjuk már családod van, és egy más irányt vett az életed, akkor már akkor már így visszagondolsz, hogy de hát meg volt a lehetőségem, viszont akkor azon gondolkoztam, hogy jaj, hát ez lehet, hogy túl durva, lehet, hogy túl sok a lemondás, lehet, hogy túl sok ez, túl sok az, mit gondolnak majd az emberek. A sok hát kifogás. A sok kifogás, tehát én azt gondolom, hogy mindig nagyobb ár az, hogyha valamit meg sem próbálunk, mint az, hogyha valamit megpróbálunk, és aztán rájövünk, hogy hát this is not for me, mert ez benne van a pakliban. Tehát a, a, a meg nem történt dolgok és a ki nem próbált dolgok mindig nagyobb űrt hagynak szerintem maguk után, mint az, hogyha esetleg csalódunk valamiben. Egyetértek. Amúgy szerinted a testépítést tették, ez ilyen bölcsét, tehát ezekre a konklúziókra a sport által jöttél rá szerinted, vagy amúgy is így ez az érettségi folyamatának én, az eredménye? Én azt gondolom, hogy igen, tehát nagyon-nagyon sokat tanultam magamról az elmúlt két évben, és ezért is lehet, hogy most sokan ettől a podcasttól azt várták, hogy minden havai és dizsi és imádom az életem. Nem én őszinteséget vártam, és megkapom, De én úgy köszönöm. vagyok vele, hogy, hogy én szeretném elmondani, hogy, hogy igen, valójában nekem sem napsütés és csicsergős minden napom, és magáról a sportról sem vélekedek, csak és kizárólag pozitívan, és úgy, hogy hát ez, ez a világ legcsodálatosabb dolga, nem hanem hanem tényleg úgy érzem, hogy ez a sport nekem nagyon-nagyon sok mindent tanított, és a, a rossz dolgokon keresztül is nagyon sokat tanultam. Mert nagyon sokszor úgy éreztem egy-egy verseny után, hogy az önbecsülésemet most egy picit nem is tudom, eltiporták, ha mondatok ilyet, vagy, vagy most egy csorba esett, úgymond az én önfeled boldogságomon, és aztán rájöttem, hogy ez a, ez a sport vele járója, és, és tényleg akkor tudsz csak egy egy bajnoki mentalitással nekiállni a következő versenynek, hogyha ezeket méltósággal visel mert azért nagyon sok ö, versenyzőtársam ö, talán, nem is tudom, korából adódóan, vagy mentalitásból adódóan nem tudja magában tartani azt, hogyha csalódott, ha nem ért egyet az eredménnyel, és én ezt mindig elmondtam, hogy mivel ez egy szubjektív sport, ezért így aztán pláne méltósággal kell viselnünk azt, hogyha nem úgy adja ki éppen a végeredménye. Így hogy... maradsz példakép így, maradsz példakép. Én most, ahogy az atlétikai VB-t néztem, tényleg annyira megható volt nagyon-nagyon sok sportolónak egyébként a beszéde egy-egy eredmény után, amikor a riporter próbálta, nem tudom úgy csűrni, csavarni, hogy elmondja, hogy akkor ez most egy csalódás, ez most egy, hogy érzed meg, ez most úgy érzed, hogy egy visszafejlődés, hogy csak bronzérmes lett. Nem aranyérmes, és az egyik az egyik futó, mondta, hogy igazából a, ahhoz, hogy egy csempion legyen, nem csak nyernie kell, hanem, hanem akkor is mutatkoznia kell, és akkor is el kell mondani, hogy itt vagyok, ha hó, amikor mindenki ellene fogad, amikor sérülése van, amikor a családban gondja vannak, amikor úgy érzi, hogy hogy teljesen lehetetlen ez a felkészülés, és, és tényleg ö, én is ezt gondolom, hogy valójában erről szól maga a sport, nem a testépítés, hanem a sport hogy itt nem szabad egy csalódásnak megélni azt, hogyha nem első vagy, mert általában azért többet tanulunk a, abból, hogyha nem elsők vagyunk. Ha első vagy, akkor tök egyértelmű, te voltál a legjobb, örülhetsz, boldogság van, mindenki csodálatosan érzi magát, viszont ha nem nyersz, akkor ez egy mindig egy, egy olyan tanulságként szolgál, ahol van, amiből fel kell állni. fel kell állni, és, és talán ez dönti el aztán a végén, hogy ki lesz bajnok, és ki nem, hogy ki az, aki feláll, tovább megy, és ki az, aki megsértődik, és azt mondja, hogy Köszönöm. Egyébként nem csak a bírákra lehet megsértődni, de ugyanúgy mondjuk a közösségi oldalakon, tehát megjegyzésekre. Te hogy állsz ezzel? Hogyan lehet ezt jól elhelyezni a fejben? Mert ö... nyilván ö, egy, nem egy burokban vagy, hanem, hanem ez kíván téve, és ö, az emberek olyan sok félék, és olyan sokféle vélemény van. Így van, te hogyan kezeled ezeket? Ö, nagyon érdekes, mert ö, ebből a szempontból szerencsésnek mondhatom magam, mert ö, nagyon kevés negatív ö, kommentet, sőt, nem is, nem is emlékszem, hogy a tavalyi szezonban kaptam -e egyébként negatív kommentet, megjegyzést, üzenetet, mindenki annyira egyemberként emberként szurkolt, vagy nem is tudom, hogy, hogy, hogy mondjam, de egy kicsit úgy érzem, hogy az, ahogy én ezt próbáltam közvetíteni az emberek felé, vagy hogy végigvinni őket ezen az úton, amin én így végig mentem a tavalyi évben egészen az olimpiáig, ez így azokat is egy kicsit meghatotta, vagy úgymond mm -hmm. így átgondolásra késztette, aki eddig azt mondta, hogy jaj, hát ez a sport, ez az egész világ nem nekem való, és, és tényleg nagyon megható volt, hogy sokkal több üzenetet kaptam akkor, amikor mondjuk harmadik lettem, vagy negyedik, mint amikor első volt. Hát ez nem igaz, de hogy legalább, legalább annyi üzenetet. Az, hogy, hogy hogyan közvetíted azt, amikor nem nyersz, amikor mondjuk valami nem úgy jön ki, nem úgy adja ki a végén, azt szinte nagyon-nagyon sokat elmond rólad, és nagyon-nagyon és örültem, hogy, hogy ennyire sok olyan ember követi az én munkásságomat, aki ezt átérzi, megérti és, és, és véleményezni tudja értelmes, felnőtt, kedves ember módjára. Úgyhogy én egyébként szerencsésnek érzem magam, nem mert... Sem nem így nem így kellett tiltanod senkit. Nem, nem kellett... Nem, és ez egy tök jó dolog, mert azt gondolom, hogy ahogy az elején említettem, szeretnék egy kicsit kevésbé a külső elvárások szerint élni majd a jövőben. De egyfelől meg szeretem azt, hogy olyanoknak is effektíve az utamon keresztül egy kis, nem is példát, mert nem vagyok én példa, de mondjuk, mondjuk így példát mutathatok, akinek, akinek tenni egyébként tenni. semmi köze ehhez a sporthoz, semmi köze a testépítéshez, semmi köze a versenyzéshez, és, és tök érdekes volt, mert a rócsó után is nagyon sok ilyen visszajelzést kaptam fiatal lányoktól, hogy, hogy bár semmi közük ez a sporthoz volt, én aki nem is edz, tehát teljesen más az egész ö, életvitele, de hogy az én példámon keresztül ö, nagyon sokat tanult, és átgondolta, hogy mi az, ami valójában számít az életben, kezdve onnan, hogy, hogy tényleg olyan emberekkel vedd meg ott körül, akik, akik ö, akik engednek szárnyalni, nem pedig visszahúznak, vagy arról, hogy, hogy igazából a vereségből, vagy a, vagy a, bukásból mennyivel többet tudsz tanulni, vagy mennyivel többet tudsz építkezni, mint abból, hogyha minden az öletbe behúlik elsőre. Úgyhogy valójában meg lehet, hogy csak ezt a, ezt a külső elvárást, ezt, a én generálom. Sokszor eszembe jut, hogy egyébként azt gondolom, hogy valójában az emberek nem is várnak hát tőlem semmit, csak én gondolom, hogy mindenki elvárja. Úgyhogy valójában meg szeretem ezt, hogy hogy sok embernek talán tudok egy kis minimális segítséget adni az én történetemben keresztül, hogy átgondolják azt, hogy, hogy hova is tartanak az életben, és ezt az elvárást meg inkább, inkább fejben úgymond kicsit átkonvertálni, és átgondolni, hogy lehet, hogy, hogy az emberek igazából csak szimplán kíváncsiak arra, hogy na, mi történik, nem pedig elvárják, hogy ez is ez történjen. Pont az, hogy, hogy mi történik veled, azt te tudod szerintem apostrofálni, hogy ezt most sikernek vagy kudarcnak, vagy ezen a skálán hova helyezed el. Mit jelent, mit jelent pontosan számodra az a fajta siker, ami, ami tényleg már nálad is megüti a szintet? ez mindig más az a baj, hogy, hogy én az a fajta vagyok, aki, hogyha elér valamit, akkor egyből elkezdi hajszolni a következő célt, vagy sikerforrást, vagy mondjuk nevezzük bárminek. Tehát lehet, elej... el hogy mondtad, hogy lehet, hogy ideje lenne egy igen. kicsit ö, megállni, és megveregetni, Igen, válni, jó van ez. Eleinte azt gondoltam, hogy ha kvalifikálok az olimpiára egyszer, akkor tényleg ez, ez egy olyan kiugró dolog lesz, pláne, hogy legutóbb azt hiszem évekkel ezelőtt kvalifikált utoljára a Salamondia, tehát volt nagyon sok év, amikor éppen senki nem kvalifikált többi kini kategóriában, és akkor úgy éreztem, hogy ha én ezt megugrom, akkor ez nekem egy olyan elégtétel lesz ebben a sportban, ami után visszavonulhatok. De ugye aztán újra kezdtem a felkészülés közvetlenül az olimpia után, és, és sikerült ismét kvalifikálnom. Úgyhogy többen kérdezik egyébként, hogy mi a, most, most mi a cél és mi az, amivel elégedett lennék. És ez is így a napokban fogalmazódott meg a fejemben, hogy a sport szubjektivitásából kiindulva igazából naív lenne bármiféle konkrét célt kitűznöm. Viszont ami az én célom az, hogy az egészségem az a toppól legyen, és eloszlatni talán ezt a tévhitet, hogy ebben a sportban a lányok, fiúk megbetegednek, evés zavarba hajszolja őket, hormonális problémáik lesznek. Tehát én el tudom mondani, hogy most már azért negyedik, ötödik éve versenyzem, és szerencsére szinte százszerzelékos egészségnek örvendek. Nekem is van olykor ilyen problémám, máskor olyan problémám, de egyből elejét veszem, és egyből próbálom megoldani és nem feltétlenül a versenyzésből adódik. Szóval az én célom jelenleg az, hogy az egészségem az a maxon maradjon, és hogy jobb legyek, mint a tavalyi formám. Tehát jobb, jobb formát vigyek színpadra, mint a tavalyi formám volt. Az, hogy most legyek az olimpián, nem tudom, 5., 10., 20., 25., nincs ilyen célom. Az a célom, hogy jobb legyek, mint amilyen voltam, és az egészségem az a maxon legyen. Eszter, és mire gondolsz akkor, amikor közeledik az a bizonyos víztelenítési hét? Az egy nagyon nehéz időszak, szerintem talán minden sportolónak. Te hogyan veszed ott az akadályokat? Nálam teljesen másképpen alakul, illetve szerintem sok mindenkinél hasonlóan alakul, mint nálam, de, de nálam az utolsó hét az általában már, tehát az a szinte az a legkönnyebb. Tényleg? A körülbelül mostanában ilyen a versenyek előtt egy ilyen 5-6 héttel van egy ilyen olyan holdpont, amikor tényleg talán a legalacsonyabb kalórián vagyok, talán a legfáradtabbnak, legenerváltabbnak érzem magam, legnehezebb ráülni a bicikli edzés után, legnehezebb reggel felkelni korán, hogy megcsináljam a kajámat, és, és aztán van egy ilyen átlendülés, amikor érzi a testem, hogy igen, most kimaxoltad, és most már kezdhetsz egy picit visszaépítkezni. Úgyhogy hogyha én elértem ezt a holdpontot a felkészülésemben, akkor egyre kö, egy, kezd egyre könnyebb lenni. Úgyhogy én ezt mindig, mindig meg szoktam érezni egy bizonyos pontnál. Az előző, tehát áprilisban is, amikor készültem a versenyemre, éreztem azt, hogy igen, most ez a, ez a legmélyebb pont, ez a legnehezebb pont, és most jönni fog egy, egy változás a fizikumomban, ami után elkezdhetek megint visszafelé építkezni, és, és, tényleg egyre energikusabbnak lenni, magasabb kalóriá kevesebb kardió, és profi szinten már ez inkább így működik, tehát Nálunk már nem alapozunk az utolsó hétre, hogy ó, uh, hát igaz, hogy még két héttel sehogy nem nézek ki, de majd a vízhajtás. Ó, oh, hát az majd megoldja a dolgokat. Szóval. Én azt gondoltam, hogy nyilván az ember a szomjúságával alig tud kezdeni valamit. Ö, valójában nálam nincs ilyen ö, vízhajtás, és én ugyanannyi vizet iszom igazából a verseny napjáig. A, a verseny napján is azért nem iszom mondjuk csak kortyokat, nem azért, mert hogy vizes leszek, hanem mert uh, nyilván nálunk nagyon fontos bikini kategóriában az, hogy egy ilyen nagyon tight, nagyon uh, pici derék legyen, és nyilván ha megiszol egy galon vizet, az azért látszik, de hogy valójában nem azért nem iszom a verseny napján, hogy még szárazabb legyek, és hogy most uh, hiába, hogy levagyok diétázom, most beszökik majd az az egy liter víz a bőröm nem, én nem ezért nem iszom, hanem azért, hogy minél kisebb derekat, és minél minél feszesebb hasfalat tudjak prezentálni a színpadon, úgyhogy nálunk igazából nem is kell olyan szín... nyilván egy, egy, átlag emberhez képest, de száraznak kell lenni, de valójában nem indokolt olyan szintű szárazság, ami miatt előtte napokig ne ihatnál, tehát mondjuk egy, magasabb kategóriában, egy fizikben, egy figur kategóriában, egy menzfizikben, egy klasszik fizik kategóriában, ott olyan szintű szárazság igényeltetik a színpadon, amihez kell azért egy komolyabb vízhajtás, de nálunk bikini kategóriában, ha megkérdezel a profilányok között, szinte senki nem hajt vizet, sőt, van, aki olyan magas vízen van az utolsó napig, hogy csak így és bámulok. <laughs> Nyilván talán az utolsó előtti napon egy picikét visszaveszek, de akkor sem azért, hogy még szárítsak a formán, hanem hogy ne legyen tele a hasam, úgymond 4-5 liter vízzel, mert mondjuk nyáron simán megiszok annyit. Úgyhogy nálam az utolsó hét az inkább már ilyen kis szervezési feladatokkal szokott Eltelni, és tehát igyekszem kész lenni a versenyek előtt két-három héttel, hogy utána már ne azon kelljen stresszelni, hogy jó, vajon elég szákás leszek, vajon elég definiált lesz az izomzatom, hanem, hanem hogy minél kerekebb, minél harmonikusabb izomzatot és, és formát tudjak a színpadra vinni, ehhez pedig az kell, hogy minél kevesebb legyen a stressz, minél kevesebb legyen a külső negatív behatás, és minél magasabb szénhidrátot tudj magadhoz venni, ez pedig muszáj az, hogy a lehető legszákásabb legyen már a versenyelő hetekkel. Ha már tavuk nélkül beszélgetünk, akkor azért meg kell említenem, hogy én nagyon sokszor látom Gábor párodat mellette, és, hogy ő hatalmas hátországot támaszod Abszolút. ebben. Mint hogyha elcsíptem volna régen egy mondatot tőled, hogy a mozgásod, amikor gyakorlod, akkor ő, <laughs> ő, ő például nagyon jó kritikusod? Miben tud még ő segíteni? Igen, egyébként a, a tavalyi évünk, azt tényleg azt gondolom, hogy hogy nagyon sok férfinak egyébként példaként szolgálhat, és nagyon sok üzenetet kaptam, ezt amúgy Gábor is tudja lányoktól, hölgyektől, hogy mennyire szerencsés vagyok, hogy ennyire támogat a párom a versenyzésben, és egyébként néha én is így magától értetődőnek vettem már a negyedik, ötödik versenynél, hogy ő ott van, leszervezi az utat, lefoglalja a szállást. intéz mindent nekem, meg csak, csak úgymond magammal <laughs> kell foglalkoznom. És és így tök jó volt sokszor olvasni ezeket az üzeneteket, hogy ez valójában nem magától érthetődés, valójában nem ez a normális és a bevett szokás, hogy a, a férfiak ennyire támogatják a párjukat a versenyzésben. Nyilván van erre is példa, de, de talán kevesebb. Ő nem csak az utakon volt mellettem 120%-ban, hanem az ezt megelőző hetekben és hónapokban is, tehát tökre ráállt a szeme egyébként, és nagyon-nagyon jó dolgokat is, nagyon apróságokat is észrevett, amiket esetleg én nem, mert nyilván az ember magát látja egyféleképpen, az edzője mondjuk látja egy másik féleképpen, és mondjuk egy civil szem látja egy harmadik féleképpen, úgyhogy nekem egy nagyon-nagyon jó szem volt igazából, pláne, hogy az áprilisi olimpia kvalifikációmra ugye nagyjából így kettecskén készültünk, úgyhogy nagyon-nagyon sokat segített nekem nem csak a szemével, hanem, hanem az egész támogatásával, mert hiába, hogy nem vagyok az a hisztis típus, én elmentem vele százszor is étterembe, úgyhogy csak egy pohár vizet ittam, ő meg megette a jövő hetet is. Előétel, leves, főétel, desszert, két sör, egy proszek. Be, abszolút. De hogy, de hogy tényleg a, cél, a cél szentesíti az eszköz, szóval a, akkor annyira erre koncentráltam, hogy nagyon vicces egyébként, ezt el szoktam mondani, hogy nálunk sokszor volt olyan, de legutóbb például a névnapján, ami a legutóbbi olimpia kvalifikációm előtt volt egy pár héttel, amikor már azért nagyon formában voltam, úgyhogy úgy voltam vele, hogy igazából lehetek egy, egy stéket, ahol Van egy olyan hely, ahol kimérik nekem a sztéket, és hozzá a lédersburgonyát, a zöldséget. Viszont tudom, hogy Gábor nagyon szereti az ilyen tájkajákat, és a névnapjára lefoglaltam az egyik, és a másik étterembe is egy időpontot. <laughs> és úgy voltam vele, hogy jó, már most ne legyen meglepetés, tök mindegy, megkérdezem, hogy mondom, baby, melyik étterembe szeretnél menni? Oda, ahol én is tudok enni egy széket, vagy egy másikba, ahol én nem tudok enni, viszont ez van. Hát oda, ahol, 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 a másikba. <laughs> és, így, és így, így, mondtam, hogy mondom, valójában én is erre számítottam, de hogy egyébként meg egy, egy, civil ember, vagy olyan, aki nem ismer minket, az így meglepődne, hogy most tényleg ő ott ülni fog, te meg csak nézed, hogy eszik, és valójában. Málom, és ez málom, már ez vált, hogy, hogy igen, az ez nálom, annyira hogy, én nyilván neki is furcsa volt, de aztán meg annyira természetesé vált, hogy még amikor választás elé állítottam, akkor sem azt választott, hogy együtt tegyünk, hanem azt, hogy legyen egy jó. Mondtad, hogy nem vagy hiszt is, de mit, ta, mit tanácsolsz azoknak, akiknek bizony keményen előjönnek a hangulat ingodazásai egy, egy verseny ideje alatt? Én azt tanácsolom, hogy sose felejtsék el, hogy ezt önszándukból ön választották. Tehát ez, ez nem egy kötelező dolog, ez nem egy olyan dolog, amit tényleg a, a, a kenyére keresed vele a, a pénzt, tehát ezt, ezt te választottad, és a környezeted erről semmit nem tehet, ők igazából csak ott vannak, támogatnak, úgyhogy ha van is problémád, vagy úgy is érzed, hogy ez most egy nehezebb nap, egy nehezebb időszak, egy, egy embert próbáló hét, két hét, akkor próbáld meg minél kevésbé ezt rárakni a környezetedre, mert ők tényleg nem tehetnek semmiről. Igazából én, hogyha a nehéz napom is van, hiába, hogy nyilván, mivel együtt élek Gáborral, azért érzékel ebből, de tényleg próbálom minimalizálni azt a terhet, és tényleg a lehető legkevesebbet rájuk rakni, akár anyukámra, akár a barátnőimre, mert ők semmiről nem tehetnek, tehát ezt én választottam. És nyilván nehezebb napok mindig vannak, de hogy én, én akkor mindig arra gondolok, hogy Lehetne sokkal rosszabb. Tehát emberek sokkal rosszabb környezetben, sokkal rosszabb hangulatban ébrednek nap mint nap, és nem tudnak ellene tenni. És, és tényleg én meg miért is panaszkodnék? Azért, mert éhes vagyok, vagy mert kardioznunk kell egy órát? Tehát az embereknek ettől sokkal nagyobb problémája van világszerte. És ezt nem szabad elfelejteni, hogy amikor ezért vagy azért panaszkodunk, akkor mindeközben valaki mondjuk nem tud élelmet venni a gyerekének, vagy nem tudja kifizetni a tanulmányait, vagy mondjuk nincs elég ivóvíz. Szóval nyilván most nem akarok szent Szűz Máriának tűnni, de hogy ezek a dolgok valójában eszembe jutnak, amikor esetleg panaszkodásra adnám a fejemet, hogy hogy mégis miért. Tehát jó környezetben élsz, élnek a szeretteid, azt csinálsz, amit szeretnél. Azért, aki versenyezni kezd, az tudja, hogy ennek vannak. Nehezebb részei és vannak könnyebb részei, nem csak csillogás a színpadon, de, de a legfontosabb az, hogy ezt te választottad. Úgyhogy próbálj meg inkább belülről panaszkodni, és belülről helyre tenni a, a nehéz napokat, ne pedig kifelé a környezetednek. Mesélj egy kicsit a csillogásról, mert azért ez is benne van. Milyen érzés ez? Hiába, hogy egyébként. Sok időt töltöttem a színpadon, így fiatalabb koromban is, ugye sokáig modellkedtem, vagy azért volt színpadi rutinom, ez teljesen más. Tehát itt tényleg. Hadd meséljem el, hogy én is álltam, én egy fél évet versenyeztem ilyen bikini kategóriában, mm. és világbajnoki harmadik helyzet lettem, de itt nem ez a lényeg, hanem például én nem emlékszem semmire. Azt éreztem, csak, hogy lámpák, és én. Rakom az egyik lábamról a test a másikra. Ugye pedig neked is aztán színpadi ez? Tapasztalatom nagyon sok van, de ott egyszerűen olyan volt, mintha ilyen testen kívüli élményem lett volna. Abszolút. Én is azt gondolom, hogy nincs az a színpadi rutin, ami, ami utána tényleg így magától érthetővé, így zsigerből jövővé teszi ezt, mert, mert annyira más ez egyébként, mint mondjuk egy tényleg más, más a tánctól, más a modekre, vagy színpad, és kifutó, és fények, és emberek néznek, minden, minden, minden más. És tényleg egyfajta extázis is egyébként, amikor színpadra lépsz, és megmondom őszintén, hogy hogy sokszor megfogalmazódott bennem, hogy ha esetleg egyszer abba hagyom, akkor mi fog a legjobban hiányozni a versenyzésből, és egyértelműen az adrenalin, amit akkor kapsz, amikor a színpadra lépsz. Hát én nagyon ilyen hiába, hogy egyébként nagyon megfontoltnak és nagyon szabályok között élő embernek tűnök, egyébként nagyon ö, adrenalin függő vagyok, és, és nagyon szeretem azt, hogyha feszegetem a határaimat, és hogyha izgulok, és hogyha tényleg durván izgulok, mielőtt csinálok valamit, és ez, ez minden egyes alkalommal akkora a adrenalin fröccsöt ad, mielőtt felállok a színpadra, amikor jön az összehasonlítású, akkor most első kihívás, hol fogsz végezni, hogy, ö, hogy ez biztos, hogy nagyon hiányozni fog, ha egyszer abba hagyom mert, mert nekem ez a lelke az egésznek, amikor felállsz a színpadra, elkezded a kis prezentációdat, a rutinodat, és mindenki téged figyel, és, és ott, azonnal, hogy amíg modellként álltam színpadra, ott, ott néha azért itt a tekintetek, hogy most éppen a cipőt nézték, most éppen a, 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 a zakót, ami rajtam volt, most éppen a smink, mert most a hajamat, itt viszont annyira egyben néznek mindent, hogy nem lehet az, hogy közben nem tudom, kitekintesz, közben most épp kicsit félrelépsz, közben most nem tudom, megigazítod a pántodat, mert annyira egyben néznek, hogy, hogy nincs lehetőség hibázásra, és ez is egy, egy plusz adrenalint ad, hogy itt, itt vagy 110%-ot adsz, vagy akkor igazából öö, fölösleges is az egész. És hiába, hogy egy-két percet töltesz a színpadon, sokan azt gondolják, hogy jó, oh, hát mi az most egy-két perc, az, az azért soknak tűni. Soknak tűni. <laughs> <laughs> és végig fókuszáltnak kell Így van. lenni, ahogy említetted is. Kívánok neked nagyon sok ilyen adrenalin fröccsöt még. Nagyon köszönöm. Kiváltképpen az olimpián majd. Nagyon fogunk érted szurkolni, és szerintem megint rengetegen fogunk neked veled együtt örülni bármilyen helyezést érzel, de reménykedünk a legjobbakban. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ez volt a Bajotekusa podcastje. Velem Molnár Andival, és csodálatos vendégemmel Ocella Esztive. Kövessetek minket a közösségi oldalakon is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok